Kedves hallgatótársaim, kedves barátaim, tisztelt megjelentek! A közelmúlt változásai új helyzetet teremtettek a magyar felsőoktatásban, ezzel borús horizontokat nyitva az intézmények és főként azok polgársága előtt. A hazánk felsőoktatásában résztvevők, oktatók, dolgozók és hallgatók ezekre a változásokra csak tiszta kiállással, határozott célokkal és az előttük álló feladatok pontos felismerésével reagálhatnak. Úgy vélem, hogy sok múlik most ennek a hármasságnak a megélésén, és sok múlik rajtunk, akik az esetleges változások terhét kell, hogy viseljék kényszerűen a jövőben. Volt szerencsém ott lenni a legutóbbi eseményeken, mikor a magyarországi hallgatók együttesen emelték fel szavukat az őket hátrányos helyzetbe kényszerítő, megélhetésüket fenyegető, jogaikat csorbítani akaró szándékok ellen. Pár éve történt csupán, sokan az itt lévők közül még lehet, hogy aktív résztvevői is voltak, és akkor az egyként való kiállás és a demagógia nélküli többség akarata és annak érvényesülése sikerre vitte a vállalást, Magyarországon tandíjmentes maradt a felsőoktatás. Akkor a középpontban ez állt, ám aki követi a napi eseményeket, az tudja, hogy már egy komplexebb az életvitelünket, a tanulmányi és tudományos előmenetelünket és az utánunk jövő generációknak is alapvető jogait fenyegető helyzet állhat elő rövidesen. Tegnap óta ismerhető a törvény tervezete, de ez a tervezet sem mond más, mint eddig. Összetett és súlyos problémákkal kell szembenézni a felsőoktatás egészének rövidesen. A törvényalkotók által kiemelt égisz, az általuk minőségének nevezett felsőoktatás, ez alá rendezték állításuk szerint az új szabályokat. De mi az, ami ebből látszik? Az, hogy ennek az ő általuk ígért minőségi felsőoktatásnak számos kérdőjele mutatkozik már most, felvetve polgár, ember és hallgatói jogokat érintő kérdéseket egyaránt. A törvénytervezet teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a hallgatók szociális helyzetét, a felsőoktatásból való állami finanszírozás részleges kivonása egyértelműen az átlag életszínvonalon élő, egyre nehezebben küzdő családokat terheli majd, s rövid úton vezet még több adósághoz. Mi a felsőoktatásban résztvevő hallgatók kizárólag olyan finanszírozási modellt tartunk elfogadhatónak, amely előtérbe helyezi a hallgatók teljesítményét, és közben tekintettel van a szociálisan rászoruló hallgatók tanulmányainak könnyítésére. Egyes keretkiosztások a szociálisan hátrányosan érő hallgatók számának drámai emelkedését jelenthetik majd a magyar felsőoktatásban. A kiótként kínált diákhitel 2 nem a szociális ellátórendszer része, ez csupán a jövő értelmiségének eladósodását hozná magával. Ez nem szolgálja a minőségi felsőoktatást. Elfogadhatatlan változás a röghözkötés, ennek a fogalomnak a felbukkanása és a köztudatba kerülése. A különböző hallgatói és ösztöndíj szerződések esetleges bevezetésével a friss diplomásoknak csak abban az esetben lenne lehetőségük szakmájukban vagy azon kívül munkát vállalni külföldön, ha a tanulmányaikhoz kapott állami támogatást visszafizetik. Miközben itthon, tudjuk, egyre nehezebb munkát vállalni. Ez a fogalom, még ha az árnyalta honhoz kapcsolás néven említjük is, emberi és alkotmányos aggályokat egyaránt felvet. Ez nem szolgálja a minőségi felsőoktatást. Nem értünk egyet az intézmények autonómiájának szűkítésével sem. Sok kérdésben, ami ez elengedhetetlen a mindennapokban való helyi részvétel, az intézményi szintű átlátás, az egyedi esetekben való gyors döntéshozatal kivitelezhetetlennek tűnik egy központi állami irányítás. Ez nem szolgálja a minőségi felsőoktatást. Szükséges, hogy a hallgatók továbbra is legalább 50%-os képviselettel rendelkezzenek az őket közvetlenül érintő ügyekben, az ebben eljáró bizottságokban, hiszen a testületek kompetenciáját éppen ez képes a leginkább meghatározni. A rendszerváltást követő 2 évtizedben az univerzitás szellemiségének jegyében a kulturált párbeszéden alapuló érdekegyeztetés alakult ki, melynek egyik garanciája a hallgatói kérdésekben gyakorolt egyetértési jogunk, nekünk, hallgatóknak. Ennek elvétele nem szolgálja a minőségi felsőoktatást. Ezen kívül még számtalan elfogadhatatlan változtatási törekvéssel bővíthetnénk a sort, említhetnénk a tanegység teljesítési kísérletek számának központi meghatározását, korlátozását, az azonos szakra történő újrafelvételizés lehetőségének megtiltását, a felvételi eljárás indokolatlan szigorítását,
és még lenne mit bőven sorolni, amik nem szolgálják a minőségi felsőoktatást. Ám a változások nyomán kialakuló helyzetben nekünk, itt az Eszterházy Károly Főiskolán tanuló hallgatóknak talán legmegindítóbb lehet, hogy Eger, a diákváros, lehet, hogy nem viselheti tisztán egy címet a közeljövőben. Ennek az évszázados hagyományokkal bíró felsőoktatásnak, amit elődeink gonddal óvtak, most ránk van szüksége. Most nekünk kell megmutatni, hogy a magyar felsőoktatásnak szüksége van Egerre. Szüksége van az itt folyó tanárképzésre, és az általunk képviselt értékekre, hagyományokra. Tudjuk, hogy nemzetünk nagy horderejű eseményei, az elfogadhatatlan irányú változások, a nem tűrt állapotok ellen való cselekedetek nagyban függtek attól, hogy a fiatal értelmiség és hallgatóság hová állt, az egységes erőt képviselni tudó diákság milyen lobogót emelt a magasba. Az Eszterházy Károly Főiskola, a főiskolai hallgatói önkormányzata nevében felkérlek titeket, hogy vonuljunk át intézményünk szimbolikus épületéhez, és egy képletes öleléssel körbeállva a líceumot, tegyük meg együtt az első lépést, azért, hogy lássák a minket figyelők, kiállunk a saját jogainkért, kiállunk a minőségi felsőoktatás mellett, és kiállunk amellett, hogy Egerben a felsőoktatásnak változatlan formában is maradnia kell. Köszönöm szépen! Több köze van már a csütörtökhöz.